Országosan 215 csapat, összesen 860 diák jelentkezett a Túl az első X-en című megmérettetésre. A regionális döntőkre pedig 69 csapat, 276 résztvevője jutott tovább. Itt a nyíregyházi fordulón 8 csapat mérte össze tudását. Már a múlt hónapokban is voltunk ilyen Európai Uniós versenyen, és úgy gondoltunk, hogy akkor a választási iroda által csinált versenyen is elindulunk. A csapatban van olyan, aki ilyen téren szeretne majd tovább tanulni, a történelem vagy esetleg a politika útján. Szóval ezért is egy jó gyakorlás neki szerintem. Az előző fordulókban pedig főleg a szavazási rendszerekre kérdeztek rá, hogy Magyarországon, illetve külföldön milyen szavazási rendszerek vannak. Ezen a felvételen pedig már a debreceni diákok ismertetik kérdőívezésük eredményeit. Az is érdekes volt számunkra, hogy a fiatal motivációs utalom érdekében szívesebben mennének el szavazni. A nagyszabású középiskolai vetélkedőt tavaly az Európai Parlament tájékoztatási irodája, a Civitas Egyesület és a Nemzeti Választási Iroda indította útjára. A célja az, hogy középiskolás fiatalok számára minél mélyebben megismertesse a választás, a választással kapcsolatos információknak a fontosságát, annak érdekében, hogy ők tudatos választóként lépessenek majd az urnák elé, hiszen hamarosan választójoggal fognak rendelkezni. A megmérettetésen a választás intézményét jól ismerő zsűritagok pontoztak, szerintük a verseny abban is segít, hogy jövőbeni első választóként tudatos magyar és európai polgárrá váljanak a fiatalok. Azt hiszem, hogy maga a helyszín az tényleg szimbolikus, hiszen egyrészt ugye a megye egyik legfontosabb választási szereplője, úgymond a megyei önkormányzat, akármilyen választásról beszélünk, és ebből a szempontból nagyon örülünk annak, hogy erre a helyszínre esett a választás. Másodszorban pedig azt hiszem, hogy a diákok számára is nagyon fontos az, hogy ilyen versenyeken részt tudjanak venni, legyenek lehetőségeik arra, hogy ilyen és ehhez hasonló megmérettetéseken megmutassák magukat, mert a választás fontossága, a demokratikus intézményeknek a szerepe azt hiszem, hogy kiemelt itt Magyarországon is. Az országos döntőben a regionális fordulókból továbbjutó összesen 14 legjobb csapat méri össze majd tudását és száll versenybe az értékes nyereményekért. A legjobb csapat tagjai Strasbourgba vihetnek önmagukon kívül még 20 diákot és 2 kísérő tanárt. Az Euroszkóla játék őszi programjára, az ezüstérmes csapat pedig utazást nyer Brüsszelbe.